Az ukrán légvédelem több orosz rakétát is lelőtt kedden Lvivben, Csernyhiv, Melnyicki, Ternopil és Odessa megye légterében, írja a korespondent. A felsorolt régiók lakosai robbanásokról számoltak be a déli órákban. Maxim Kozicki, a Lviv megyei katonai közigazgatás vezetője közösségi oldalán arról számolt be, hogy az ukrán légvédelem megsemmisített egy orosz rakétát Zolotsevo település felett, aminek darabjai egy téglagyár épületébe csapódtak. Az eset során Négyen sérültek meg, akiket enyhe, illetve közepesen súlyos állapotban szállítottak kórházba. Volodimir Trusz, a Ternopil megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője közölte, hogy a légvédelem több orosz rakétát is lelőtt a térségben. Előzetes információk szerint a légitámadás során nem keletkeztek károk, személyi sérülés nem történt. Nagyígy Truhanov, Odessa polgármestere azt írta a Telegram csatornáján, hogy a légvédelmi rakéták orosz célpontokat semmisítettek meg. Az előzetes információk szerint a légvédelmi erők lelőttek egy rakétát Csernyihív megyében. Szerhi Gamal Ahmelnyitszki megyei katonai közigazgatás vezetője közleményben megerősítette, a régióban az ukrán haderő lelőtt egy orosz rakétát, melynek darabjai egy mezőre zuhantak, személyi sérülés nem történt. A támadásokkal egy időben Kárpátalján is megszólaltak a légi szirénák.